A foglalkoztatás, illetve munkanélküliség szempontjából megyénk az egyik legkedvezőtlenebb mutatóval rendelkezik. Mezőkövesdet, illetve az illetékességi területéhez tartozó kistérséget nézve az átlagnál jobb a helyzet, Tiszaújváros és Miskolc mellett nálunk a legkisebb az álláskeresők aránya. Azt lehet elmondani a Mezőkövesd kirendeltség területén a munkanélküliségről, hogy olyan 2700-2800 fő jelenleg a munkanélküliek létszáma. Ebből Mezőkövesd 1000 fő, 1006 fő, 1008 fő volt az elmúlt hónapokban a munkanélküliek száma. Ez a megye viszonylatában a harmadik helyen áll a kirendeltség, a legjobbak között, Tiszaújváros és Miskolcot követően 16,17% a munkanélküliség a területünkön, a kirendeltségünk területén. A nemenkénti eloszlás tekintetében szinte nincs különbség az álláskeresők arányában. Iskolai végzettség szerint a szakmunkás képző iskolából kikerültek vannak a legtöbben, a munkanélküliek harmadának legfeljebb csak általános iskolai végzettsége van, vagy az sem. A diplomások közül minden 11. nem talál állást. Korszerinti megoszlásban az álláskeresők több mint fele 25-50 életév közötti. A megye 15 munkaügyi kirendeltségi körzete közül a Mezőkövesdiben a legnagyobb a pályakezdők aránya, hiszen az 1000 munkanélküli közül 201 fő a pályakezdő. Összességében elmondható, hogy a munkaerőpiaci helyzet településünkön az elmúlt esztendőkben hasonló, stagnáló tendenciát mutat. Általában olyan március hónapban a munkanélküliség megnövekszik, ezt úgy gondolom, hogy ez évben is így fog lenni, valamennyit bízunk benne, hogy csökkenni fog ez az arány. Egyébként áprilistól kezdve ez évben is tapasztalható volt a közfoglalkoztatás révén is, illetve a szezonális munkák révén is, hogy csökkent a munkanélküliség. Általában a téli hónapokban akár 20%-kal is megnő a munkanélküliek száma, de az az év a nyári hónapokban azért nagy arányban csökken. Mezőkövesd és a kistérség esetében a munkaerőpiacra kedvező hatással van, hogy több közfoglalkoztatási programban vesz részt településünk. Ezek közül a legjelentősebb a Start Munka mintaprogram. Ennek a programnak az a lényege, hogy a kormány nem csak a munkabért biztosítja számunkra, hanem a munkához szükséges munkaeszközöket, gépeket, felszereléseket, illetve a dolgozók számára munkásruhát, védőruhát is biztosít. Eddig ilyen nem volt. Így ezzel a programmal értékteremtő munkát tudunk előállítani szemben az eddigi közmunkaprogramban, ahol végül is csak bért adtak, de semmi egyebet. Én azt gondolom, hogy ez az év ez nagyon jó tanuló év volt. Vannak is eredmények. Hát nyilván, mivel közmunkáról van szó, tehát nem lehet arról beszámolni, hogy óriási lakótelepeket vagy gyárakat építettek, de Mezőkövesden több olyan munkát tudtunk elvégeztetni, illetve jelenleg is végeznek, amire eddig se ember nem volt, se pénz nem volt. Ilyen, ha csak megemlítem a Táncsics úti vízelvezető árok elkészítése, illetve kivitelezése. Most jelenleg zajlik illetve majd elkezdődik a Hattyúton a vízelvezetés megoldása, ilyen a Jászmin úton is zajlanak ilyen munkák. Ugyanakkor, ha csak azt mondom, hogy körülbelül 80 konténernyi szemetet szedtek össze a város külterületén ebben a programban, illetve hát, hogyha a Zsóriba megyünk, látszik, hogy a kerékpárút és a arborétum területe rendben van téve. Elkezdődött a mezőgazdasági földút programunk is, ahol legelőször a vízelvezető árkokat takarítják ki. A program jövőre is fog folytatódni, így Mezőkövesden 150 fő, kistérségi szinten pedig több mint 400 ember foglalkoztatására nyílik majd lehetőség. Én azt gondolom, hogy akik ebbe a programba részt vesznek, ők örülnek ennek, el is mondják, várják is a folytatását, és hát mi is jól járunk tulajdonképpen, mert ezeket a munkákat, amit elvégzünk, ha most kövesdiesen mondom, ez ingyen van nekünk. De ugyanakkor eredménye van is, és nagyon jó, hogy ezt meg tudjuk tenni. Az elmúlt hetekben elindult kulturális közfoglalkoztatás a felsőfokú végzettséggel, diplomával rendelkezők elhelyezkedését segíti. Jelenleg így 40 diplomás fiatalnak adtak munkát.
A közfoglalkoztatás mellett az álláskeresők munkaerőpiacra történő belépését segítik elő a munkahelyi központ különböző képzési, átképzési lehetőségei. A napokban hirdette ki például a hivatal az Európai Uniós forrásból megvalósuló CNC forgácsoló, valamint burkoló szakmák ingyenes képzését.